Mai adáson tartalmával sportág választott, női kézlabda, férfi kézlabda, a labdarúgás és tófutás. A nagy sportág válaszol célja, hogy minél több emberhez eljuttatni a sport pozitív üzeneteit nem elméleti síkon, hanem a gyakorlatban. Az edzők és sportolók olimpikonok instruálása mellett kipróbálata több mint 90 sportág aktív tapasztalást, igazi sportélményt ad, és ezáltal pozitív irányba tudja befolyásolni a sporthoz való hozzáállást, viszonyulást. A kétnapos rendezvény pénteki napja az oktatási intézmények csoportosan érkező gyermekei számára biztosította a sportágak megismerését, a szombati nap pedig a nagy közönség, a családok és az egyéni látogatók számára tette lehetővé ezt. A nagy sportág választó 2007-ben indult el hódító útján, egy abszolút civil kezdeményezésként indult el Budapestről. Annak idején még csak 20 sportágat lehetett kipróbálni, és összesen 300 látogatója volt. És aztán a fővárosban egyébben kétszer, májusban és szeptemberben került megrendezésre. Most már több mint 100 sportágnál tartunk, és közel 20 ezer látogatóval büszkélkedhetünk a fővárosi eseménynél. De ezen túlmenően 2010-től országos mozgalommá is váltunk, hiszen együttműködő partnerek segítség több mint 20 városban az adott város és a környező településeknek a sportolási lehetőségeit bemutatva vannak helyi sportágválasztók, és hát nagy örömünkre szolgál, hogy idén tatai nagy sportágválasztót szervezhetünk itt az együttműködő partnerek segítségével, hiszen a tatai edzőtábor egy olyan kultikus helyszíne a magyar sportéletnek, ahol nekünk is szakmai szempontból is nagy dolog volt eljutni. Megjön-e a kedv ilyenkor egy második szervezéshez az évek során, tehát ugyanazon a helyszínen még egyszer? Mi kell ahhoz? Hát azt kell, hogy ilyen lelkes együttműködő partnereink legyenek, hiszen mind a tatai edzőtábor, mind a tatai TAC, mind az önkormányzat részéről, és mind az összes pedagógus részéről, akik itt elhozták pénteken a gyerekeket a rendezvényre, abszolút pozitív fogadtatásra találtunk. Nyilván egy folyamat az, amíg beérik mondjuk egy ilyen rendezvénynek a gyümölcse, tehát mi azt tapasztaljuk már a több év során, hogy például Pakson, aki 2009 óta már szervezi a nagy sportág választókat Pakson, ott 30-50%-ban megnőtt az egyesületi taglétszám kifejezetten ennek a rendezvénynek köszönhetően. Úgyhogy úgy gondolom, ez egy nagyon jó mérföldkő volt, egy elindulása a rendezvénynek, nagyon pozitívak a visszajelzések, és a folytatásra kötelez minket ez. Van-e olyan új sportágok, amik ilyenkor mutatkoznak be, tehát jöttek-e újak a megszokottak mellé? Hát itt a Tata és Tata környéki sportágak jelentek meg, mi különlegességként elhoztunk egy igazi versenybobot is, amely Magyarországon mondjuk egy picit nehezebben kipróbálható, éppen azért hoztuk el ide a tatai edzőtáborba, hogy a látogatók is egy ilyen téli sportági helyszínként belepillantsanak abba, hogy milyen is egy igazi versenybob belülről, kívülről, és egy kicsit a rajtoltatást is ki lehet próbálni, de különben itt az a lényeg, hogy itt a helyszínen, illetve a környező településeken megtalálható sportágak mutatkozzanak be, hiszen ezt mi úgy szoktuk mondani, hogy nem egy kirakat rendezvény, hanem azt szeretnénk, hogy gyakorlati haszna legyen, tehát tényleg elvezessük az érdeklődő gyerekeket, felnőtteket, szülőket az egyesületek kapujaiba. A sportág választáson szempont az, hogy a versenysportra találjanak, keressenek esetleg gyerekeket, ha olyan kurók jönnek, és egyik sportágból a másikba átmenjen, ha tehetségesebbnek mutatkozik. Vagy ez veszélyként jelenik meg inkább? Ez nem veszélyként, ez lehetőség. Tehát ugye a rendezvénynek az általános célja, hogy egyáltalán kedvet csináljon a sporthoz. Én azt gondolom, hogyha valaki ide eljön, és még nem döntött el, hogy milyen mozgásformát választ, vagy egyáltalán eddig húzóckodott attól, hogy valamit sportoljon, akkor itt biztos, hogy kedvet kap, mert annyira incsiklandozó a látvány itt ezzel a sok sportági megjelenéssel, hogy szerintem mindenképpen a kipróbálással élményhez jut a gyerek, és ezáltal az a fontos leginkább, hogy sikerélménnyel gyakoroljon egy sportágat. Mi azt gondoljuk, hogy egyaránt fontos akár versenysportként, akár szabadidősportként, de űzön valamilyen sportágat a gyerek, és hogyha annyira tehetséges és kitartó, akkor úgyis megtalálja a maga útját, és akkor magasabb szintre is emelhető a sport teljesítménye, de a lényeg az, hogy valamilyen formában mindenképpen mozogjon. Mi nagyon örülünk neki, mert a nagylányunk most lesz iskolás, és eddig úszott, és most kipróbálhatunk mindent vele. Mennyire fontos, hogy ebben a picikorban sok mindent lásson a gyerek élőben? Hát nagyon fontos, mert nem tudjuk, hogy miben jó még, és itt ki is próbálhatja. Az eddigi mozgás koordinációja a kislánynak mire utal az úszáson kívül? Mihez lehet tehetsége? Mit gondol? Valami kitartó, tehát valami hosszú távú dolog, tehát hosszú futás, úszás, ilyesmi, állóképességi.
Önnek mi tetszett az eddig látottak közül? Hát ez az ugrálókat ér valami miatt megfogott engem. Azt akarok, ez mi miatt? Mi miatt? Látványos, látványos. Tetszik meg, hogy olyan dinamikus, és látom, hogy jó, izmosak a lányok. Egykori sportolóként mit látsz ezekben a sportágakban? Melyik lenne az a kislánynak az úszáson kívül, hogy édesanyja szerint, ami úgy megfelelő lenne? Te mit látsz benne? Hát az evezés tetszik még nekünk nagyon, az apjának is. És azzal is próbálkoztunk itt is, meg hát otthon is van egy evezőgépünk, meg a tavon is jártunk már, úgyhogy az valószínűleg menne neki, mert elég hosszú nyúlánk, az evezésben ez egy fontos dolog, és elég kitartó. A triatlonnak a három sportágát itt láttad de és elége, hogy esetleg csak néha-néha kerüljön a bemutatásukra sor, vagy többször kellene ilyesmit rendezni? Hát többször kellene. Szerintem a sportokat, sportágakat nem tudjuk eleget reklámozni, hiszen azt gondolják sokan, hogy sportnemzet vagyunk, de azért tudjuk jól, hogy vannak hiányosságok, és mindenkinek van valami, ami tetszik, úgyhogy mindent szerintem, amennyit csak lehet reklámozni kell. Igen, láttam egyébként itt a részeit, még nem mindegyiket, de jelen vannak. Most voltunk pont az atlétikánál. Kerékpárt láttam, bár nem versenykerékpárt, illetve biztos vagyok benne, hogy az uszoda is tele van, csak ott még nem jártunk. Hogy érzed magad ilyen rendezvényen, amikor ilyen rengeteg gyerek és szülő van? Szuperul. Otthon érzem magamat nagyon, és örülünk neki, úgyhogy nagy örömmel vettük, hogy megszervezték ezt. Nagyon örülök neki, mert én a kisfiamnak már nagyon régóta keresek valamilyen foglalkozást. Most karatéra jár jelenleg, de ez nem igazán tetszik neki, úgyhogy most örülök, hogy végre itt van Tatán, és meglátja, hogy mennyi mindenre lehet még járni. Elége, hogy egy-egy alkalommal mutatják be a sportágakat, egy esetleg többszöri bemutató is el kellene. Neki elég, én úgy veszem észre, hogy amit eddig kipróbálta, ő azt egyértelműen tudta, hogy most ez kell neki, nem kell, tetszik neki vagy nem. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy igen, de hogyha lesz még ilyen, biztos jövünk minden alkalommal. Önnek melyik sportág tetszik, melyiket választaná? Hú, hát én. Hát nem én. Csak a gyerekekről szól, és szülők is választhatnak. Igen, tudom. Hát nem tudom, én az atlétikát díjazom, ugye a táncot. Tehát a verekedés annyira nem, mondjuk ez az ugráló kötelezés nagyon, de igazából még végig se jártuk, úgyhogy nem tudom. A judo. És miért tetszik neked a judo? Mert el lehet rúgni az ellenfelet. És el is lehet dobni? Azt nem. Hát dehogy nem, azt vállon dobod, azt mehet, amerre lát. És jársz-e valamilyen sportágot, választott-e már valamit? Cselgáncsozol, vagy karatézol, vagy mit csinálsz, milyen sportágat üzöl? A karatére már járok, de... Tetszik neked a karate? Igen, de a kosarazás tetszik. Hát annyi sportágat fölmondtál, hogy most melyik az igazi? Még nem néztük meg az összeset, majd megnézzük. Még nem választottál igazándiból? Igazándiból, még nem. Hát nekem a vívás, én valamikor gyerekkoromban kipróbáltam, volt hozzá szerencsém. Nagyon tetszik a ugráló kötelezés. Hát nekünk olyan sporták kell, mivel ő elég komolyan foglalkozik a fuvolával, amivel a kezét védjük. Tehát semmiféle labdajáték, ilyesmi nem jöhet szóba. Hát ezen a kettőn gondolkozunk. Hát anyu elmondta, hogy mind gondolkozik. Te mind gondolkozol? Melyik sportágat szeretted itt meg? Én is a vívásra gondoltam. Tudod-e, hogy a vívásban rengeteg munka kell, hogy eredmény legyen? Igen, tudom. És mindent megteszel azért, hogy az sikerüljön, hogy jó legyen esetleg neked az a vívás? Igen, mindent megteszek érte. Neked mit tetszett itt a nap folyamán? A ugrálókötél. És anyut majd szekálod, hogy jöhess ide? Igen. Tudod, hogy ezek nagyon eredményesek, ezek az ugrókötelesek, és sok munka van vele, vállalod ezeket a dolgokat? Igen. Mikor akarsz menni edzésre, mi lesz az első nap, melyik? Csütörtök. Szeptemberben. Igen. Hány éves vagy? 6. Suliba jársz már? Még nem. Melyik suliba akarsz menni? Kekutiba. Azt tudod, hogy a sportiskola? Igen. Fölvettek téged oda? Igen. A női NB2-es kézilabda bajnokságban a Tarsza budapesti kinizsi csapatát fogadta az Ötvös gimnázium csarnokában. Weber, Csiszár, Kőhalmi, Kulcsár, Szőcs, Majer, Völgyi csapat kezdett.
Jó lengyel Tóthi Sárközi, Gajdó Antal és Zsótér később lépett pályára. Hát az mindenképpen szeretett volna visszavágni az őszi vereségért, mert csak tulajdonképpen tőlük kapta ki, és hogyha pontot szerez, akkor még a dobogóra is kerülhet. Ez a mérkőzés egy igazi presszis csatának ígérkezett. Tulajdonképpen a Kinizsinek volt tét, mert ha csupán egy pontot is szerez, akkor ő még ezüstérmes is lehet. Ehhez azonban a visszavágás reményétől fűtött zöldmezes tatai lányoknak is volt beleszólása. A tatasok nem bíztak semmit a véletlenre, gyors és pontos játékkal az első 10 perc eltelte után már 4-5 góllal vezettek. A 22. percben 12-5-öt mutatott az eredményjelző, és úgy tűnt alaposan visszavágnak a Kinizsinek. A félidő 16-9-es tatai vezetéssel zárult. A második félidőben több cserét hajtott végre Csányi Gábor, Weber, Antal, Lengyel, Tóthi, Kulcsár, Sárközi, Kőhalmi és Völgyi voltak a pályán. Weber helyett jó állt a kapuba, 27-17-nél a 45. percben Kőhalmi Zsófi is pihent egy kicsit, Zsoltér Daniella játszott tovább a bal szélen. A tataiak továbbra is félénben játszottak, minden lehetőséget kihasználtak, és 33-24 arányú magabiztos győzelmet arattak, ezzel a bajnoki tabella negyedik helyén végeztek. A negyedikek lettünk, de úgy gondolom, hogy a pályán elért eredmény alapján harmadikok lettünk, tehát hogy hol való a csapat, úgy gondolom, hogy mindenképp a dobogóra lett volna való. Ezt a játékukkal végül is úgymond bizonyították is, hisz most tavasszal 10-ből 9 meccset nyertünk. Ugye egy óvás révén egyéb körülmények miatt lettünk negyedikek, meg hát azért ősszel azért vesztettünk olyan pontokat, amit nem lett volna, de hát a télen állt úgy össze igazából a csapat, hogy ez a csapat mindenképp a dobogóra felfért volna, sőt hát egy győzelemmel nem is bronzérmesek, hanem ezüstérmesek lettünk volna. Hol látod az előrelépést? Az előrelépést az előző fél évhez képest, ugye Visényen éveleje óta vagyok ott. Hát mindenképpen létszámban is megerősödtünk, és olyan játékosok jöttek, akik tudtak nekünk segíteni és pluszt hozzátenni. Így az 1-2-2-es mérkőzés, amit ősszel elvesztettünk, azt idén nagy biztonsággal nyertük meg, hisz 8-9 góllal nyertünk a második és a harmadik helyzet ellen is. Őszi szezonban voltak olyan mérkőzéseink, amiket most, ha tavasszal játszottuk volna, ugye, megnyertük volna. Ilyen volt az itthoni dolog mérkőzésünk, amit igazából nyerő állásból veszítettünk el, illetve a Kinizsi elleni idegenbeli mérkőzésünk is, ahol, ha jól számoltuk, akkor olyan 23 totálzicert hagytunk ki. Ha együtt marad ez a csapat, és megúszuk sérülések nélkül, illetve ugyanilyen fegyelmezetten egymásért küzdve végezzük a felkészülést, és ilyen alázattal fogunk játszani, akkor szerintem jövőre szép sikert érhetünk el. Szerencsére nagyon jól ment a játék, a lányok nagyon sokat segítettek, és természetesen nézem, hogy merre áll a kapus, és figyelem a többieket is, hogy esetleg tudom-e nekik bejátszani a labdát, és hogy ki van a legjobb helyzetben. A bajnokság előtt azt mondják, hogy a negyedik hely tuti, azt elfogadod-e, vagy esetleg csalódásként éled meg a negyedik helyet a mérkőzések lejátszása után, gondolom? Nem csalódás egyáltalán. Szerintem a második, tehát a tavaszi szezonra állt össze igazán egy nagyon erős csapat. Az őszi szezonban talán nem kellett volna egy-két vereség, és akkor előrébb végezhettünk volna. Ebben a szezonban az a feladat van, hogy menjek az öltözőbe, és végül is megdicsérni tudom a csapatot a tavaszi teljesítményéért. Hogy ebben a tavasszal azért, ugye ez a 10-ből 9, ez mindenképpen dicséret, és meg is köszönöm a csapat körül lévő segítőknek és a szponzoroknak is a támogatását. Ez a csapat most végre úgy összeállt, hogy valóban egyetlen egy ellenfelünk volt, az a Göd, aki azért magasan kiemelkedett a mezőnyből. A felnőtt női mérkőzés után a juniorok készültek, Csányi Zsófia, Zoltai Tamara, Körmendi Kata, Vajda Domitilla, Kurcsik Nóra, Kutasi Dóra, Lehocki Vanessa, Szommer Nikoletta, Stodola Eszter, Szabó Virág, Nyitrai Viktória és Nyári Krisztina összeállításban. Az eddigi teljesítmény nem valami dicséretes a fiatal lányok részéről, a bajnoki tabellán elfoglalt helyük sem túlzottan jó helyet mutat, de mentségükre legyen szólva, jóval fiatalabbak az együtt játszókkal, akik a csoportban vannak, és tulajdonképpen ez azért arra jó, hogy előkészítsék egy kicsit az erősebb, magasabb osztálynak a lehetőségét,
mindent megtesznek egyébként azért, hogy sikeresek legyenek. A mérkőzés előtt Gubica István edzővel és Kurcsik Nóra csapatkapitánnyal beszélgettünk az esélyekről. Úgy indultunk a bajnokságnak, hogy össze kell rakni a csapatot. Számszerűleg meglett a csapat. Áll a Kőkut is 8-os lányoknak, nagyon sokat segítettek nekünk. Az eredmény az befolyásolja a munkához való hozzáállást. Meccsek után általában letörnek a lányok, de hál' Istennek minden héten újra tudunk építkezni, és edzéseken viszonylag szép létszáma, tehát akik vannak, azok részt vesznek edzéseken, és maga az edzés munka az most a szezon második felére már sokat fejlődött, tehát sokkal jobban edzenek, jobban dolgoznak, mint az elején. Úgy gondolom, hogy a csapatunk még nagyon fiatal, és a jövőre koncentrálunk egyelőre. És nagyon odafigyelünk arra, hogy egyre jobb legyen az összetartás a csapatban, és ez most már így egyre könnyebb lesz, hogy jönnek az emberek, és ugye mindenki már idősebb lesz, és így könnyebb lesz összeszoknunk. A felnőttben nagyon sokat tanulok, és így sokkal jobban tudok fejlődni, mintha csak így a juniorba játszanánk, és nagyon ösztönző az, hogy ők mindig ilyen sokkal tudnak nyerni. Folytatódott a kézilabda délután a férfi juniorok mérkőzésével, amikor az ajkaiakat látták vendégül, Szurcsik István és tanítványai. Kis Máté, Turza Bence, Török Gergő, Veszalovszki Soma, Tóth Bence, Kis Hunor, Györkös Dávid, Cillahó Dávid, Horváth Tamás, Balázsovics Áron, Balog Dániel, Sajóvölgyi Dávid és Fodor Gábor összeállításban. A tatai fiatalokat látjuk feketében, az ajkaiakat pedig narancssárgában. A TAC végig a mérkőzés folyamán irányította a mérkőzést, semmi esélyt nem adott a vendégcsapatnak, folyamatosan 4-5 góllal vezettek a tatai fiatalok, kemény, határozott védekezéssel jól tartották az ajkaiakat, 20 közeli kapott gólt tudtak csak dobni, de a támadások során nem kellett minden labdát a hálóból kiszedni. Kemény, határozott védekezéssel jól tartotta az ajkaiakat a tatai csapat 20 körüli kapott gólon. A TAC támadásai után viszont nagyon sokszor kellett a kapusnak a hálóból kiszedni a labdát, így a 23-17-es eredmény nagyon-nagyon kedvezi az ajkaiakra nézve. Új csapat volt, a tavalyihoz képest nagyon sok poszton kicserélődtünk, szerencsére azok a játékosok felfelé mentek, tehát a felnőttbe játszanak, és ez az új csapat az őszhöz képest a tavaszon már egészen jó teljesítmény nyújtott. Egyéni fejlődéseket láttam, sok ügyes kisgyerek az, aki ha folytatja és csinálja tovább ezt a kézilabdát, akkor esetleg a felnőtt csapat keretébe majd játszhat. Tehát mindenképpen ami a pozitívum és ami a jó, hogy az őszhöz képest egyre jobban játszottunk, egyre jobban csapatjátékot játszottunk, és az egyéni fejlődés is látszott a fiúkon. Hát amilyen csúfosan indult a szezonunk az őszi, tavaszra olyan jól összeállt a csapat, egyre jobban védekeztünk, egyre jobban támadtunk, bejöttek az új figurák, amiket meg tudtunk mutatni ebben a meccsben, és így nagyon jól sikerült indítani ezt a mérkőzést, és hát elég nagy fölénnyel kezdhettük el. Hát nehéz volt megszokni, hogy elmentek az idősek, mert ők voltak a főszerepben, egy kevés játékot kaptunk mi abban a szezonban, így hát ránk hárult minden lehetőség, minden feladat. Nehéz volt, meg kellett mutatni, hogy mire vagyunk képesek. Ez úgy látom, hogy egyre jobban sikerült. Ha marad ez a társaság, és ez a ha marad, ez nagyon fontos kérdés, mert a háromnegyed része az érettségizik most, vagy érettségizett, és ők az egyetem mellett nem tudom majd, hogy tudnak edzésre jönni. Ha maradnak, akkor és tudnak edzésre járni, akkor 2-3 éven belül, mert elég fiatalok vagyunk különben, akkor esetleg többen, mint mondtam, a felnőtt csapatba is bekerülhetnek. Hogyan továbbról lehet tudni valamit? Én a saját magam helyzetét beszéltem a vezetőkkel, és most abban az állapotban vagyunk, hogy lehet, hogy jövőre nem én viszem a fiúkat tovább, hanem másban gondolkozik az egyesület vezetése. Az én feladatom vagy szerepem ebbe a klubba 24 év után nem tudom mi lesz.
lehet, hogy itt dolgozom, lehet, hogy nem. A fiúk további sorsa NB1B, és erősödés remélem, és remélem maradnak, és játszanak, és a TAC-ba játszanak. A kézilabda nap záró akkordjaként a TAC felnőtt NB1B és kézilabda csapata játszott az Ajkaiak ellen. Cérna, Márton, Kovácsovics, Kányai, Kőholmi, Hollós, Kanyó Balázs csapat kezdett. Varga Attila, Sarmon, Szabolcs, Kapusok, Kanyó Bence, Schneider, Patrik, Szám Ferenc, Vadász Gergő és Endrédi Péter ültek a padon. A Tataiakat láthatjuk, fekete mezben, zöldben pedig az Ajkaiakat. Hollós góljával indult a mi gólgyártásunk, második gólunkat is Hollós szerezte egyébként, majd Márton Ádám már a harmadikat lőtte az ötödik percben, így 4-3-ra vezettünk. Aztán a szokásos Kányai Lehőz csere támadásban és védekezésben, Kányai a védelem ura, Lehőz pedig az ellenfél megkeserítője a beállós poszton. A 13. percben még csupán 5 gólt kaptunk, 8-at lőttünk. A játék azt mutatta egyébként, hogy nem könnyelműskedhet csapatunk, mert a zöldek nem adják könnyen a bőrüket. Hollós Máté volt elemében 4 gólnál tartott. Aztán a hosszú sérülése után újra pályára lépő Szám Ferenc az átlövő poszton mutatkozott be megint, és újra góllal. Tartós volt a 3-4 gólos különbség a csapatok között, nagyon kellett figyelni, mert pillanatok alatt elfogadhat az előny. Fülöp Péter időt is kért, megérezte talán ezt a helyzetet. Hollós Máté 6. gólját lőtte, szinte az égig felugorva, így lett 14-10. Aztán Endrédi 7-eséből szereztünk gólt, és a félidő 18-14-es taszos vezetéssel zárul. Második félidőben a Varga, Márton, Szám, Lehőt, Schneider, Kanyó Bence, Hollós csapat kezdett, és Márton Ádám és Kányai cserélt közel a kispadhoz mindig támadásban és védekezésben. Rosszul kezdődött a második félidő a számunkra, 2 dobtak az Ajkaiak, följöttek 18-16-ra. Aztán 2 ember előnybe kerültünk, de nem tudtuk kihasználni, csak a második perc elején, és 20-16-ra kicsit megint elléptünk. Aztán még Hollós dobott is egy gólt ráadásul az ember hátrányban. Hollós Vadász Gergő csere volt, 5-1-et védekeztünk, Vadász volt a zavaró ember. 3 könnyelmű megoldást jegyezhettünk föl. A negyediknél 7-es dobhattak az Ajkaiak, 22-18. Aztán Kanyó Bence és pályára lépett, 7-eséből gólt szereztünk, igen, jókor jött. Egy pillanat alatt fölforrósodott a hangulat, 1-1 ítélet után, de másodperceken belül elcsendesült a vihar. A félidő felénél beállt a várva várt 6 gólos megnyugtató előny, 26-20 volt nekünk. Varga Attila egymás után 3 lövést hárított, ez is pozitívumok közé tartozott, nagyon jól bemelegedett Attila. 2 ember hátrányban voltunk, még 10 másodpercig, de sikeresen túléltük az elsőt, sőt gólt is lőttünk, 29-23-ra vezettünk. Endrédi Péter első gólját dobta, ami a 30-at jelentett, aztán még egyet sikerült dobnunk, és 31-24-el zártuk a bajnoki utolsó fordulót, ami annyit jelentett, hogy férfi csapatunk a dobogó 3. fokán végzett. Volt már ilyen jó első 8-10 perced? Hát első 8-10 percem szerintem még nem volt. Volt már ilyen jó első fél időm. Számítottunk rá, hogy győzünk, hiszen azzal, hogy nyertünk, ugye 3-at lettünk. Kellett hozzá egy jó kezdés. Most nekem jött ki a lépés ezzel. Előző meccseken másnak jött ki, úgyhogy örülök, hogy hozzá tudtam tenni az elejétől kezdve. Hát most jól jött ki. Az a másik fél évben tudtunk könnyű gólokat lőni, felértem a vonalra. Megtaláltak a többiek, nem volt olyan nehéz dolgom. Az jól jött, hogy az első fél időben csak támadásban voltam, mert így maradt energiám a másodikra, úgyhogy tudtam futni a többiekkel. Minden figura olyan, hogy ennek sokféle befejezése van. Nem tudni kell, hogy hova kell mennem egy adott figuránál. Amikor eljut odáig a labda, nem lövik el előtte, nincs lövőjegyzet, akkor oda megpróbálok bemozdulni, odaélni, a védőket megverni, és akkor tudom, hogy ott kell befejezni. Megint felkészültünk ebből a lelkes alkai csapatból. Tudtuk, hogy fiatal, ügyes játékosok, azt is tudtuk, hogy honnan lőnek, de hát most jobbak voltak itt nálunk. Persze ez azt kellett, hogy sajnos a védekezésünk megint olyan volt, hogy mint egy-két mérkőzés ezelőtt is, hogy nem elég kemény, nem jöttünk a labdásra, és ezért volt ebből pár gól. Nem szabad, hogy leeresztünk, tehát így közösen mondom, csak hát ez fejbe dől el, ez is egy ilyen elcsépelt
szóval összetétel. Igen, tehát rosszul kezdtünk, menet közben azért kicsit felpörögtünk, másnak ott azért lőttünk gólokat, azon nem volt gond, de nehéz volt nekik. Azt mondom, hogy a második fél idő több elemében voltunk olyanok, hogy megmozdultunk és abból gólokat lőttünk, és ott kicsit fel tudunk magunkat szívni, nem volt a leeresztés akkor dominásban. Hol voltak, vagy voltak-e veszélyes pillanatok a meccsen? Nem volt veszélyes pillanat, én azt gondolom, hogyha még az a csúnyaság is előfordulva, hogy átveszik a vezetést, akkor is nyerünk. Nem éreztem azt, hogy lett volna. Adásunk további részében labdarúgás és autófutás eseményét láthatják meg, kedves nézők. A Magyar Labdarúgó Kupa megyei döntőbe jutás volt a tét a TAC-ETE mérkőzésen. Az eteiek a megyei első osztályban játszanak, a TAC pedig a másodosztály lista vezetője. Öreg Bújdosó Velencei Mezei Kún, Szennai Bognár Csizmadia, Tóth Purgál Minácsi közszállításban kezdtek a tataiak. A viharos szél nem nagyon segített, és az eső sem a játékosoknak, főleg azoknak, akik technikailag képzettebbek egy kicsit. De hát minden esetre a TAC a második féldei játékával rendkívül jó helyzetbe került, ugyanis sorra lőtték góljaikat, és 4-0-ás fülényes kiütéses győzelmet arattak a megyei első osztály negyedik helyezettje ellen. Nagyszerű mérkőzés volt, főleg az utolsó, a második 45 perc, így joggal várhatják a megyei döntőben, hogy ugyanúgy tovább juthatnak majd, és megyei bajnokok lehetnek a megyei első osztályosok kiverése után. Hát nagyon készültünk, szerettünk volna mindenképpen bejutni a döntőbe. Úgy érzem, hogy abszolút kiszolgáltuk a közönséget, és hát sikerült, hogy nagyon-nagyon boldogok vagyunk, főleg azért, mert tavaly nem sikerült. Mennyire segített a szél a második fél időben? Természetesen segített a másik fél időben, de én nem érzem, hogy annyira kellett volna. Igazából hál' Istennek el voltunk, amit kért az edző, labföldön játszottunk, hogy igazából megtettük azt, amit az edző kért, és akkor így végülis nem zavart. Megtaláltad a góllövő cipődet, úgy tűnik kintről? Hát igen, mostanában eléggé összejönnek a gólok, aminek nagyon örülök, és örülök, hogy ugye hasznos volt, és hát ugye ezzel sikerült tovább jutnunk. Fél időben is megbeszéltük, próbáljuk a földön tartani a labdát, mert hogy elrúgdassuk, akkor a szél elviszi, de nagyon, hát meg vagyok lepődve, én is, parádé volt. A Valakovics nagyon ismer mindenkit, hogy a Tatán évtizedekig itt védett, most volt valami ellene, hogy hogyan kell neki, merre kell rúgni, hogy hogyan, mit tud, ilyesmi? Hát igen, ismerjük, hogy úgy, ott nagyon jó kapus, még most is, ilyen vén öregen, de tiszteljük, becsüljük, nagyon jó kapus, ma is jó védett egyébként, hogyha nem védi el, jó, szerintem több is lehetett volna. Mi lesz a döntőbe? Hát nem tudjuk, ki az ellenfél, mind a kettő erős, Esztergom a Kecskéd is, szerintem Kecskéd, de szerintem már ez is óriási bravúr ennek a csapatnak, hogy bejutottunk megye kettesként. Büszke vagyok a srácokra, hogy ugye mindig nekünk elég lenne a döntetlen is, és mindegyik győzelem volt, mind a négy megye egyes csapatot úgy búcsúztattuk, hogy mi nyertünk. Ugye motiválja is a srácokat, hogy bizonyítsanak, mert azért ne legyünk álszentek, elég nagy pontkülönbséggel vezetjük a bajnokságot itt a vége felé. Nem nyertük ugyan meg, de közel vagyunk hozzá, hogy feljussunk, és ez nagyon-nagyon-nagyon jó erőfelmérő, még ha nyilván a kupa más is, de mindenképpen az. Egy picit borús idő, de igazán kellemes futóidő várta a tófutás részvevőit. Mintegy 400-an vágtak neki a gyerekek a 7 km és a 14 km-es mezőnyben a futók az öreg tó körüli pályának. A kicsiknek 2 km-t kellett, és természetesen 2 táv, 7 és 14 km a felnőtteknek. Az idő nagyon jó volt, és természetesen nagyon fontos volt az, hogy mindenki tudása maximumát adja ki. A sportág válaszza után nagyon fontos volt, hogy mindenki jól érezze magát. A férfiak mezőnyében a 7 kilométeres futáson Madarász Ferenc meggyőző fölénye lett első. A kispályás síró kupa 7 csapattal rendeződött. A pályán füvét lenyírták, de természetesen nem a Maracana stadion, vagy éppen a Puskás Ferenc stadion gyepszényeget lehetett hasonlítani. Minden esetre a lelkesedését legalább akkora volt, mint egy angol bajnoki mérkőzésen, vagy esetleg egy spanyolon, de a játékban nagyon-nagyon sok kívánnivaló van még maga után. Hogy osztottad be az erődet? Hát, az elején én nem futottam olyan gyorsan, és a végére akartam mindent beleadni.
Mennyi volt az időd? Nézted, vagy nem érdekelt? Nem érdekelt. Mi a varázsa egy ilyen tó körüli futásnak? Mit mondanak a futók? Meg te is, amikor még futottál, mi miatt tetted minden évben? Hát őszintén megmondom, a varázsa az, hogy sportolsz, mozogsz, szabadba vagy, fiatalokkal, idősebb korosztálya, gyerekekkel vagy együtt. Ennél nagyobb élmény nem kell, főleg aki sportod, ugye te is sportoltál, sporttal foglalkoztál. Nagyon gyönyörű, úgyhogy más nem tudok rá mondani. Most mekkora induló létszámra számítotok? Most a 7 kilométerre mennyien voltak, tudod-e, és hogy mi várható még majd a 14-en? A számításaink szerint ugye péntek-szombat volt edzőtáborban, ilyen sportvetél, vagy sportág választó nap, kegyetlen időjárás volt, de ott is nagyon szép számmal voltunk. Itt is féltünk az időjárástól, de hál' Istennek úgy néz ki, hogy megkímél bennünket. A 7 kilométeresen 200 fölött van az indulónk, tehát ami egész szép szám, és szerintem a 14 kilométeren is körülbelül 100-150 futó lesz, hozzászámolva a gyerekeket, szerintem a 400 körül lesz, 400-450 futó. Ez egy középhosszú táv, most ez volt a cél, hogy ezt jó időn belül fussam le. És ez a jó... 25 perc volt a cél. Volt már ennél jobbod a csekély? Bocsánat, az öreg tavon volt nagyon benne? Volt. 24 körül időket futottam 12 évvel ezelőtt. És miért idézőjelben a csakot ennyi lett, miért 25? Hát mert 40 éves vagyok. Tehát most azért már más a cél, hosszú távon is szeretek helyet állni, rövid távon is, és most ez a 25 percen belül idő nagyon jó lett, 24-41 lett. Ez az idő kedvez a futóknak? Nekem a szélsőségek nem, a szélsőség kihívás. Tehát ez is egy kicsit szélsőségesebb időjárás, nincs az a nagy meleg, úgyhogy ideális, igen, a terep is jó volt. Hogy ment ez a 7 kilométer? Hát nagyon jól ment, az elején egy kicsit azt gondoltam, hogy rosszabb lesz. Az volt a célom, hogy 28 percen belül csináljam meg. Miért gondoltad, hogy rosszabb lesz? Hát mert az elején kicsit döcögősen ment, meg azt más vagyok, és azért egy kicsit fulladtam is, de hogy egy-két kilométer után már jól ment nagyon. Mikor álltál be arra a ritmusra, hogy na most aztán ezt végig tudod futni? Hát úgy az erdő felénél körülbelül elmentem az egyik gyerekkel, és akkor vele tudtam jól menni. Mennyire volt párás ott az erdőn részén? Hát jól megizzadtam, nem volt annyira párás, de lehetett benne jól futni. Megvan a 28-on belüli? Persze, 26-04 lett. Mennyire vagy elégedett ezzel? Nagyon elégedett vagyok. Hogy ment a futás, hogy sikerült? Köszönöm szépen, jól. Szerintem olyan 35-37 perc körül. Nem mérte? Én mértem, de az igazság, hogy későn állítottam le. Ez az időjárás kedvezette ma a futóknak. Igen, általában 10 fok körüli hőmérséklet és a se hideg, se meleg, ami igazán megfelel, úgyhogy szerintem ideális. Volt már ennél jobb ideje itt a tó körül, mint amit ma futott? Nem, 38 perc volt eddig a legjobb. Tehát mindig jobb. Mi jelenti önnek a futásban az élményt, és az mindig visszatérnek? Hát nehéz ezt egy szóval megfogalmazni. Maga a futás, a sportolás egy élmény tulajdonképpen, egészség megőrző, és hogyha valaki irodába dolgozik, akkor utána kimegy egy fél órát, órát futni, szerintem a legjobb felfrissülési mód. Hát akkor ez akár egy élet cél is lehet? Sőt, életmód inkább azt mondom, és a futáshoz nem kell más, csak egy futócipő, de az valójában tényleg futócipő kell, hogy legyen, azon kívül pedig semmi más, és lehet futni bárhol, bármikor. Beszélgettünk a versenyről. Milyen volt a verseny? Picit nehéz. Kevesebbet futottunk mostanában, és egy picit nehéz volt. Mi volt benne a picit nehezebb? Vége. Ez az utolsó itt a betonnál. Az ilyen időjárás mennyire kedvez a futóknak? Végül is jó, kellemes. Tehát oxigéndús a levegő, sokkal jobb ilyenkor futni, mint egy száraz melegbe. Együtt futottak, vagy versengtek egymással? Nem, külön futottunk, tehát nem versenyeztünk. Jó hangulatos, minden évben itt vagyunk, tehát amikor tehetjük, legalábbis eljövünk minden évben. Évek óta itt vagyunk. Nekem ez kiegészítés, inkább a sebesség miatt, hogy a gyorsítás miatt fontos, meg az, hogy 4 éve nem voltam a tófutáson, nekem ez kicsit egy presztízs kérdés, hogy eljöjjek. Kicsit lelkileg is rendben vagy a koronos, hogy lefutod a tavat ilyenkor, körbe futod a versenyek előtt? Szoktam edzésként tóköt futni, most kíváncsi voltam, hogy így versenyben időre mit tudok produkálni. Milyen lett az időd, mennyi volt, elégedett vagy-e vele? 26 percet mondanak, mert óra nélkül futok, ebből jön nyilván fél perc, egy 25 és fél perc, az nekem most elégedett vagyok ezzel az eredménnyel. Vannak olyan tervük, hogy esetleg idehozni egy ilyen erdei futóversenyt, tehát olyan terepfutóversenyt, ami másút van megrendezve? Nyilván én a Futapest klubnál is egy crossfutó klub tag vagyok, és ott szóba kerül ilyen crossfutások témakörű lehozni a megyébe. Július 21-én már Bokodon lesz is egy verseny, és további tervek, hogy itt a közelben is egy versenyt rendezni. Nyilván a Gerecse adja magát, úgyhogy inkább arra felé orientálódva.
Előzetes jövő heti adásunkból amerikai foci bajnoki mérkőzés, focikert bajnoki utolsó forduló, labdarúgás bajnoki, szertorna, szivacskézilabda és klapka focisuli.